2000-es, 1000-es, 500-as, 5000-es, 5000-es, 20000-es címetekben van. Így néz ki a soproni kék frank, a város helyi pénze. Ebben az étteremben 2 éve fizethetnek vele a vendégek, és persze maga a cég is használja fizetőeszközként. Mi főleg a beszállítóink felé fizetünk ezzel, nyilván a soproni beszállítók felé, mert ők fogadják el tőlünk ezt a kék frankot. Természetesen ugyanúgy, mint a magyar forint, tehát a nemzeti valuta, itt is minden címlet megtalálható. Ilyen számunkra lesz a fontos... Rába közi tallér, várhatóan januártól vezetik be. 64 településen lehet majd vásárolni vele helyi termékeket. A mi célunk az, hogy minden olyan vállalkozó, vagy a legtöbb olyan vállalkozás, amely ilyen típusú terméket vagy szolgáltatást állít elő, és itt most nem csak az élelmiszerekről van szó természetesen, hanem más tárgyi termékekről is, és a szolgáltatások nagy széles skálájáról, ők legyenek partnerek ebben a munkában. Kapuváron fórumot tartottak a tallér bevezetéséről. A helyi vállalkozók jó példának tartják a Sopronit. A Rábaközi tallér is segíthet a helyi gazdaság fellendítésében. A gazdaságot oly módon erősíti, hogy a saját rendszerébe azokat a gazdasági szereplőket veszi be, akik helyben vannak, és ezen keresztül alkalmazva a helyi pénzintézetet, itthon a régióba tartja azt a tőkét, ami jelen pillanatban elmegy a területről. Magyarországon Sopronnak volt először saját valutája, 2010-ben vezették be, azóta már több helyen használnak helyi pénzt.